A 4 éves Vercsi először járt a fővárosban. Reggel még gondosan megfejték a bicskei tehenészetben, aztán elindultak vele a tüntetésre. Ő vezette a menetet. Amerre mentek, állt a munka és állt a forgalom. Járókelők, turisták fotózták a menetet. A tiltakozó tejtermelők 5 tehénnel és rendőri felvezetéssel vonultak végig a városon. A tej alacsony felvásárlási ára és az olcsó külföldi tejtermékek ellen tüntettek. Ha ez így folytatódik tovább, akkor nem csak sajt nem lesz, tehén sem, ami a tejet adja. A tej felvásárlási ára nem sokat változott az elmúlt 5 évben. Tavaly átlagosan 82 forintot kaptak egy literért a termelők. Viszont szerintük az előállítása több mint 100 forint volt, vagyis a termelés nekik ráfizetés. A menetben ott volt a bicskei tehenészet vezetője is. Náluk 120 család megélhetése függ a tejárától. Az igazgató szerint az állatok egy része vágóhídra kerülhet, mert az állami támogatások ellenére is csak veszteséggel tudnak működni. Naponta 600 ezer forint mínuszt termel. Remélem ezt nem hallja bennünket finanszírozó bank, de naponta 600 ezer forintot, ekkora. Ezt pillanatilag hitelekből pótoljuk. A tüntetők szerint az adóhatóság és az élelmiszerbiztonsági hivatal képtelen megakadályozni a szerintük rosszabb minőségű külföldi tejtermékek piacra kerülését. Ez az import, ez áfacsalt, illetve dömpingáron beáramló termék, ami teljesen szétrombolja a piacot. Az agrárgazdasági helyettes államtitkár szerint az Európai Uniónak kellene megoldania a tejpiac válságát. A magyar tejágazat Európában az egyik legnagyobb arányú támogatást kapja, éppen ezért a piaci kérdések kezelése jelenti valóban a legfontosabb kérdést. A kormány kampánnyal próbál segíteni, hogy a vásárlók magyar termékeket vegyenek, és próbálják kiszűrni a gyenge minőségű külföldi árut.